Sziasztok, én Ákos vagyok. Sziasztok, én Melina. Ez pedig itt a Jobpont következő pontja. Az előző videóban már beszéltünk arról, hogy milyen egy jó önéletrajz, és arról is, hogy hogyan, milyen ruhában jelenjünk meg egy állásinterjún. De arról még nem beszéltünk, hogy hogyan mutatkozzunk meg egy állásinterjún, ami szintén nagyon fontos. Ebben a videóban több karaktert fogunk nektek bemutatni, akik a negatív oldalát fogják megmutatni ennek a témának, majd egy pozitívat. Amúgy Melina, neked vannak tapasztalataid így állásinterjún első benyomásról, gondolom biztos? Igen, igen, vannak. Hát a legfontosabb a higgadtság, mert szerintem még hogyha nagyon ideges is vagy, akkor is az higgadtság a legjobb ebben a helyzetben. Teljesen egyetértek. Amúgy tudtad, hogy az interjúztató fél körülbelül 20 másodperc alatt már egy teljes képet lát rólad, és eldönti fejben, hogy akarod beszélgetni, vagy nem? Hát igen, érdekes. Pont ezért nagyon fontos az első pár másodperc. Igen. Na, nem is szaporítanám tovább a szót, mutassuk is meg nektek ezeket a videókat. Oké. Okay. Csá! Jó napot! Bocsánat, hogy késtem. Blahán megittem még egy sört havarokkal. Ja, amúgy remélem nem baj, hogy telózok, csak van ez a csár, tudod. Aztán van, hogy visszaírjon. Hát tudod, hogy megy. Szia Csabi, hogy vagy? Szia Angi, köszi jól, és te? Köszi én is, de szerintem csapjunk is a közepébe, tudod, hogy ez csak formalitás, úgyis apám cége. Úgyhogy ha kell még ez a HR-es állás, akkor felveszel. Szia! Jó napot! Bocsi, hogy késtem, csak tudod ezt idő egybe rakni. Amúgy a taxisa jött, szóval rossz volt a reggel. És milyen pozícióban lenne képes elképzelni magát, ha itt dolgozna? Hát a tiédben, egyértelmű. Jó napot kívánok, Kis Béla vagyok. Jó napot! Foglaljon helyet. Köszönöm. Kezdésként meséljen magáról. Miért? Mit akar tudni? Maga valami kém? Ez nem is állásinterjú, ugye? Jó napot! Kovács Mária. Kis Béla. Foglaljon helyet. Köszönöm. Hát szeretném azzal kezdeni az egészet, hogy én már kaptam egy állást, de hogyha a fizetés esetleg itt magasabb, akkor még átgondolom. Jó napot kívánok! Napot. Nagyon örülök, hogy beírta a Kis Bélának hívnak, 21 éves, okáis tanuló vagyok. Szeretem az állatokat, főleg macskákat. Igazából kutyám is volt, de leginkább a macskákat szeretem. Úristen, milyen szín ez a falon? Már tudom, emlékszem már a névre, valamilyen kék volt, nem igaz? De nagyon szép az irodájuk, örülök, hogy beírtak. Jó napot! Jó napot! Kérhetnék egy pohár vizet? Persze, itt van. Elnézést a 2 perc késésért. De hiszen 5 perccel hamarabb jött. Bocsánat. Jó napot kívánok, Kis Béla. Jó napot, Kovács Mária. Kérem, foglaljon helyet. Köszönöm szépen. És meséljen magáról néhány mondatot. 21 éves végzős diák vagyok. Emellett egy irodában dolgozok személyi asszisztensként. Gyakornoki pozíció ez, szóval szeretnék végre teljes mértékben érvényesülni, megmutatni, mire is vagyok igazán képes. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót. Ne feledjétek, hogyha állásinterjú beszélgetésre mentek, akkor ne játsszátok meg magatokat, hanem adjátok önmagatokat. És ami a legfontosabb, hogy keltsetek pozitív benyomást mindenképpen. Pontosan. Én is remélem, hogy hasznosnak és vidámnak véltétek ezt a videót. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha van bármilyen meglátásotok a videóval kapcsolatban, vagy csak van valamilyen véleményetek, akkor azt nyugodtan írjátok le a komment szekcióban, mi azt szívesen várjuk minden alkalommal, és várjuk bármit titeket a következő pontunkkal. Sziasztok! Sziasztok!